Ismét megrendezi az Egri Szilágyi az Arany János Tehetséggondozó Program országos irodalmi versenyét. Emellett a kulturális helyismereti megmérettetésen kívül az intézményben működő ösztöndi rendszerről is fogunk beszélni az elkövetkezendő percekben az érintettekkel. Így van a rendezvényre való készülődésről, illetve az Arany Programhoz kapcsolódó sítáborról és az ott szerzett élményekről beszélgetünk Rázsi Botond intézményvezetővel, illetve az iskola tanulóival. Sziránkú Mersével és virágfannival Fannival. Szervusztok, köszöntünk benneteket! Jó estét, Ugye már a 20. irodalmi verseny, lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen a szilágyinak a privilégiuma, ezt megrendezni? Igen, amikor most már több mint 20 éve kialakították az Arany János Programnak a rendszerét, országos rendszerét, akkor egyes intézmények felvállaltak bizonyos versenyeket, és a Szilágyi felvállalt az irodalmi versenyt, már csak azért is, mert a, a, a mi iskolán készítette el a Arany János Program magyar programját, magyaros programját többek között, és ez a, a, hozzánk is nőtt ez a, ez a, verseny. Van olyan verseny, ami időközben az elmúlt húsz év alatt megváltozott, más lett, de a, az irodalmi verseny az stabilan a szilágyinak a feladata. És hát nagy örömmel vállaljuk, és ez most már egy 20 alkalom, tehát ez egy jubileumi alkalom lesz. Ehhez mérten is alakítottuk ki a, a versenynek a tematikáját. Ugye háromnapos rendezményről van szó. Egyáltalán hogyan lehet rá készülni? Milyen feladatokra lehet számítani? Ez egy klasszikus lebonyolítású verseny. Csütörtökön megérkeznek a, a diákok a Aranyelmes Tehetségondozó Programos Iskolákból. Ország szerte közel húsz ilyen iskola van, 11-ből jönnek most diákok, illetve a kísérő tanáraik, este egy kis beszélgetés, ismerkedés, kötetlen program, illetve készülődés a másnapi versenyre, pénteken ünnepélyes megnyitó, és utána indul először is a, az írásbeli feladat forduló, délután városlátogatás, kulturális program, és másnap pedig van egy szóbeli rész, és ez már szombaton zajlik, és akkor utána pedig eredményhirdetés, és szombaton délután már indulhatnak vissza a saját városaikba a tanulók. Így, így zajlik, ez hosszú évek óta így van, és a, a tematika az pedig mindig úgy alakul, hogy Arany János és egy határon túli magyar szerző, magyar író költő. De most a jubileumi eseményekről tekintette, illetve az, hogy az első évben is így volt, most a határon túli helyett most Gárdonyi került a fókuszba, és így most Arra a Toldi és a Toldi Estéje című műveitből kellett felkészülni a diákoknak, illetve Gárdonyitól pedig a Láthatatlan Ember, és a 11 esek pedig még pluszban az Isten Rabjai című művéből kellett felkészülni, és hát ebből aztán mindenféle feladat adódik. Fanni, Mese, mennyire várjátok az idei izgalmakat? verseny tekintetében? a verseny csak előkészítő 9., 10., illetve év, 11. évfolyamban van meghirdetve, és így én végzősként már nem indulhatok rajta, de tavaly országos első helyezést értem el, Úgyhogy így van bőven tapasztalatom a versenyek kapcsolatban. Akkor tudsz tanácsot adni azoknak, akik most részt vesznek? Igen. És milyen tanácsokat adnál nekik? Én azt a tanácsot adnám, hogy élvezzék ki minden percét a felkészülésnek, mert szerintem az, aki szereti az irodalmat, annak a felkészülés egy olyan lehetőség, amelyel bővítheti a, a látókörét és az ismereteit az irodalom területén, illetve készüljenek fel minél jobban. Mert úgy gondolom, hogy valamit vagy százszázalékosan csinálunk, vagy sehogy. Tehát egy versenyen úgy érdemes elindulni, hogyha a maximálisat hozzuk ki magunkból. Te úgy indultál ennek, hogy meg is nyered? Igen. Mi minden kellett ehhez? <laughs> hát természetesen a, a műveknek az ismerete, illetve a szakirodalomból is vannak kérdések az írásbeli fordulón. És én rengeteget készültem a versenyre tavaly határon túli. Íróként Dragomangya egy mágia című könyve volt a, a feladat, és én azt kétszer is elolvastam például, egyébként azért is, mert nagyon-nagyon tetszett, és mert szerettem volna jól teljesíteni. A helyismeret egyébként mennyire része ennek a versenynek? Helyismeret, mint? Akár a feladatok részeként? Nem, ez teljesen objektív ez a ez a verseny. Tehát az, hogy valaki mondjuk szilágyisként indul a versenyen, az nem, semmilyen módon nem befolyásolja a versenyen való sikeres részvételt. Nem is kötődik, tehát nincsen, nincsenek is egri vonatkozások. Gárdonyi esetén sem lesz olyan feladat, ami csak az egriek tudnak majd ügyesen megoldani. Gárdonyi életéből bárki, aki kicsit jobban odafigyel, fel tud készülni és hely tud állni a versenyen. Akkor nem indulnak előnyel az egriek. Nem szeretnénk a, a, semmilyen gyanúba sem keveredni ezzel kapcsolatban. És milyenek az elvárások a versennyel kapcsolatban? Kikinek kinek iskolából egyébként? Milyen a tendencia? Mennyire népszerű az, hogy jelentkezzenek erre azok, akik, akik szeretnének indulni. Egyetem van például egy ilyen válogatás, hogy ki a legjobb, aki tovább jut, és tényleg olyan szinten ma, hogy aztán megmérettesse magát mindenkivel szemben. Igen, természetesen, tehát tartunk, mint hogy minden intézményben azért tartanak előválogatást, ez mindig az intézményre is van bízva ez a történet, tehát nyilván a legjobbakat kell delegálni, de nem egy iskolából lehetnek többen is, sőt jönnek többen is de ők, ők a legjobbak azért, hogy aztán a eséllyel indulhassanak a fődíjért. És ugye az Arany János programhoz kapcsolódott egy sítábor is, és gyárba lehetett ki látogatni. Ti is részt vettetek ezen a kiránduláson? Ja, én vettem részt. Az én osztályomból és az alattunk lévő 9. osztályból lettek kiválogatva emberek, és ez egy négy napos sítábor volt az gyárban. Ott volt a szállásunk, és egy fél órára a hegynek a másik oldalán volt a síhely, ahol mentünk síelni, és egész napot ott voltunk. Mert a szállodában csak reggeliztünk és vacsoráztunk, hideg csomagot pedig kaptunk ebédnek. Sioktatásban is részesültetek egyébként, vagy mondjuk már eleve úgy indultatok a sokan, volt, hogy tudtatok? Aki tud síelni, de a tanáraink, kísérő, tanáraink tanítottak meg minket síelni. Az első napon tanult, tanítottak leginkább, meg a második napon, a harmadik napon már tudtunk, mindenki tudott egy alapszinten síelni, és utána mindenki ment, ahova akart és szeretett volna. Maga ugye ez a verseny, ugye országos irodalmi verseny, de az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódik szorosan. Ha egy kicsit eltekintünk magától a versenyről és a programra gondolunk, akkor mit lehet elmondani, hogyan, mely, milyen sikerrel működik ez igazából, Ösztöndiak mennyire népszerűek, mennyire segítik ezek a diákoknak a mindennapjait, közelebbi, távolabbi terveit? Akkor induljunk a sítábortól, hogy a sítábor sí sem egy egy fakultatív esemény a programban, hanem a program a, a tanuláson, tehetséggondozáson túl, vagy inkább úgy mondanám a tehetséggondozásnak a berkein, vagy ahhoz kapcsolódva azon belül rengeteg egyéb lehetőséget kínál a, a tanulók számára, vannak úgynevezett benmaradós hétvégék, amikor nem feltétlenül maradnak ben fizikailag a kollégiumba, de nem mennek haza, és különböző programokon vesznek részt, akár múzeumlátogatás, színházlátogatás, vagy közösségépítő, csapatépítő programok, és ennek része most a, a sítábor, de ugyanígy benne van a programban külföldi, és határon túli, tehát magyar lakta területekre történő kirándulás. De amikor a program anyagilag, mert mostanában egy kicsit meg kell húzni a nadrágsziat, jobb napokat is látott, akkor még angliai kirándulások is, nyelvtanulással, nyelvtanulási is belefértek. Ilyen szempontból az egységgondozó program az nem csak gondozza a tehetséget, hanem nagyon sok egyéb eszközt biztosít a, a tehetséges fiatalok számára, hogy a, az életben egy kicsit repülő rajtot tudjanak venni. Tehát hoz a nyelvvizsga szerzését nagyon támogatja, jogosítvány szerzést. ECDL, illetve újabban ICDL vizsga, tehát bizonyítvány szerzését támogatja. A közösségépítés, a tanulási módszertan, az önfejlesztésnek a számos területét biztosítja a program, azzal, hogy kollégiumban tulajdonképpen nem csak hogy, hogy, tanulnak, hanem közösségben folyamatosan együtt vannak. Hát mind a kettőtök úgy gondolom meg tudja ezt erősíteni, hogy nem csak a tanulásról szól, hanem a, a igazi közösségi csapatépítésről szól a történet. Folyamatos törődést kapnak a, a, a tanulók, és hát hogyha ezeket mind forintosítjuk, mert tényleg ezeket, ezek nyilván pénzbe kerülnek, ezt még most újabban megfejeli az az ösztöndi rendszer, amit uh, gyakorlatilag frissen ettől a tanévtől uh, biztosít az állam, az állam uh, uh, által uh, tulajdonképpen az iskolák, a, a, a programot működtető iskolák, illetve a fenntartók, a, mi esetünkben az Egri Tankerületi Központ, uh, és hát egy olyan uh, ösztönzés szó szerint uh, ösztönzést uh, nyújt a, a diáknak, uh, hogy egyrészt érdemes választani nem csak a programért, nem csak a fejlesztésért, nem csak a lehetőségért, hanem a, a pénzért is, amit ugye megkap havonta a, a diák, tehát érdemes ezért is választani ezt a tehetséggondozó programot, és hogyha ben vagyok és jól tanulok, akkor még azon belül is differenciáltan tudok további összegekhez jutni. Tehát aki eléri a négyes átlagot, az 20 ezer forintot kap havonta ösztöndíjként, 4,3 fölött 30 ezer, és 4,7 fölött pedig 40 ezer forintot kap. Szükség van erre az ösztöndíjra, mert egyrészt a, a tanulóknak szinte mindenki valamilyen hátrányjal vagy valamilyen nehézséggel küzd, amit, amit az anyagi támogatás azért nagyon jól tud segíteni, hanem is egyenlít ki, de legalább kompenzál valamilyen módon és hát nyilván vonzóbbá is teszi a programot számukra, de ami egy nem, nem, titkolt, egy kimondott célja az, hogy segíti azokat a tanulókat, akik mondjuk a pénzügyi, meg az egyéb előnyök miatt a, lehet, hogy a szakképzést választanák, de valójában inkább a gimnáziumi továbbtanulás illene hozzájuk, hogy a gimnázium felé tereljük őket. Ezzel nem a szakképzés ellen kívánok beszélni, mert nyilván a szakképzésre is nagyon nagy szükség van, és ott is szükség van a, a, az ösztöndíjas támogatásra. De a gimnáziumokban természetüktől fogva eddig nem volt ösztöndi támogatási lehetőség. Általában nincs is a gimnáziumokban, az Arany János ki, most egy kivétel lett, és ez, ezzel én úgy gondolom, hogy az állam nagyon jó döntést hozott, hogy a hogy ha legalább ennek a rétegnek tud egy további ösztönző támogatást biztosítani. A felsorolt összegek egyébként mennyire kötöttek, vagy teljesen szabadon felhasználhatók? Ezek abszolút törvény által szabályozott, sőt az is le van írva a, a vonatkozó jogszabályban, hogyha, hogyha mondjuk hat órát igazolatlanul hiányzik a diák, akkor a következő hónaptól nem, megvonódik tőle a az ösztöndíj, és egészen az adott fél évnek a végéig már nem kaphatja meg az ösztöndíjat, és utólag sem kaphatja meg pótlólagosan ezt az ösztöndíjat, hogyha a következő fél évben ismét elkezd rendesen iskolába járni. Jó, hát azért ez nagyon-nagyon ez ritka eset, de elő-elő fordulhat. Mivel most indult a program, hát még nincsen rá precedens, de bízom benne, hogy nem is lesz precedens, tehát mindenki komolyan fogja venni a dolgát. És hát ez változhat, tehát hogyha a tanulmány eredménye romlik, akkor a következő fél évben bizony kevesebb kap, viszont fél évente történik elbírálás. Tehát nem rontja el egész évre a tanulnak az ösztöndiát, hanem fél évente tud magasabb kategóriába kerülni, hogyha jobban tanul el lehet mondani, hogy valóban motiválva vagytok. Még egy kicsit a továbbtanulás tekintetében kérdeznélek benneteket. Tudjátok, hogy mondjuk milyen irányba szeretnétek majd tovább mozogni? Hát ugye már le kellett adni a jelentkezést, és én Budapestre jelentkeztem magam, csak, csak Pesti Egyetemeket írtam és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának a kommunikációs média tudomány szakjára jelentkeztem, valamint nemzetközi tanulmányok és politika szakokat jelöltem még meg. Te esetleg már tudod, hogy majd a jövőben mivel szeretnél foglalkozni, vagy milyen irányba mozdulnál? Van, vannak elképzeléseim a politika tudomány, ami felé hajlok, hogy ezek a nemzetközi eh, tudományok tanulás inkább. Nem véletlenül hoztam egyébként a két fiatalt magammal, mert Fanny ő a, idén a legszöszösebb diák, ezt mindjárt kifejtem, a szösz az a szilágy és öreg diákok szervezete, vagy szövetsége, amit tényleg az öreg diákok bonyolítanak le és adják át a, ezt a díjat, ezt a szavazást. Minden osztály jelölhet egy ilyen szöszös diákot, és aztán a diákság választja meg őket, és hát Fanni idén elnyerte. Egyébként a bátyja után, mert a bátyja két évvel ezelőtt, aki szintén aranyárosos volt, szintén szöszös diák volt. Verse pedig társaival együtt podcastot működtet a, a, kollégiumba, tehát ő is ügyesen kezd azzal a, azokkal a lehetőségekkel, amik, amiket tudunk számára biztosítani, és hát nem véletlenül mozognak ők ezekbe az irányokba, mert megvan ebbe a irányba egyrészt a tehetség, másrészt pedig hát bízom benne, hogy mi is tudunk számukra olyan támogatást, olyan indítatást adni, ami aztán majd, majd tényleg ezen a pályán tudja őket vezetni tovább. És a podcasttal kapcsolatban szoktál visszajelzéseket kapni a diák társaitól? most egy kicsit alkotói szabadság, hogy úgy mondjam, nem nagyon van ötletünk és időnk a tanulásra koncentrálnom, meg én előre az szeretnék tenni idén. Így inkább most arra koncentrálok, de szeretnénk folytatni és sokkal többször felvenni anyagot és rendszeresebbé tenni. De a diáktársaim örülnek, kapunk pozitív és negatív visszajelzéseket is, de inkább pozitívat. A további munkátokhoz nagyon sok sikert kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, sok sikert nektek. Köszönjük, szépen a meghívást.